Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Bonyhád képviselőtestülete soros ülésén elfogadta a Város 2020-as rendezvénytervét, mely a már évek óta futó programok mellett számos új elemet is tartalmaz. Emellett döntés született arról, megemelkedik a szociális bérlakások havi bérleti díja is. Bonyhád Város képviselőtestületének soros ülésén az egyik legfontosabb napirendi pont a szociális bérlakások bérleti díjának meghatározása volt. A város több éve nem nyúlt a rendelethez, ennek megfelelően az abban foglalt bérleti díjak nem követték a piaci mozgásokat. A mostani első hallásra jelentősnek tűnő változás csak közelíti a lakáspiac árait a város által megszabott bérleti díjakhoz. A Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói árindex emelkedését alkalmazhatja a hivatal a bérleti szerződéseknek ugye az átvezetésénél, és ezzel egyoldalúan rendelet jogszabály felhatalmazása alapján mi a bérleti szerződéseknek az árait, a lakbéreket tudtuk volna emelni. Mivel több éve nem volt emelés, így hangsúlyozom, hogy a KSH szerinti árindex, fogyasztói árindex alapján sem volt emelkedés, ezért a testület elé polgármester asszonnyal egyeztetve olyan előterjesztést készítettünk elő, amiben a szociális bérlakásoknak a bérleti díját 20%-kal emeli meg a testület. Ezt tudom, hogy egy nagyon nagy számnak hangzik, ugyanakkor mondanék egy konkrét példát, a bérlakás állományunknak a nagy része 30 és 34 négyzetméter közötti lakások vannak benne, ezért ilyen négyzetméter árakkal számoltunk. Eddig ugye 2020. május 1-én kerülnek bevezetésre az új díjak, hiszen 60 napnak el kell telnie ahhoz, hogy egyrészt át tudjuk vezetni, másrészt, hogy az állampolgárok is föl tudjanak készülni, de visszatérve az eredeti mondathoz, 8890 forint volt egy 30 négyzetméteres lakás bérleti díja körülbelül, 30-34 négyzetméteré, ez 9800 forintra fog emelkedni, ami azt jelenti, hogy 1000 forinttal fog megnőni. Megnéztük egyébként azt is, hogy akik települési támogatást kérnek tőlünk, milyen jövedelmi viszonyaik vannak, és mi úgy látjuk, hogy ezekbe a jövedelmi viszonyokba az 1000 forint emelés még belefér. Azt gondolom, hogy a tévénézőknek pedig nem kell elmondani, hogy egy piaci alapú lakásbérleti díja Bonyhádon, ha már egyáltalán találnak lakást, ami bérbe vehető, az 30-tól fölfelé, 30 ezer forinttól fölfelé van, úgyhogy azt gondolom, hogy az önkormányzat képviselő testülete körültekintően döntött a lakbérek emeléséről. Elfogadta a testület a Város 2020 évi rendezvénytervét, melyben szerepel minden már az országhatáron is átnyúlóan ismert rendezvény, de számos új elemet is építettek bele a terv összeállítói a programsorozatba. Egy nagyon gazdag, színes programot sikerült összeállítanunk, természetesen nem az önkormányzatnak egyedül, hanem az itt működő valamennyi intézménynek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és a városnak a programjai lettek egybegyúrva naptári év szerint, úgyhogy azt abban bízom, hogy egész évben ezek a programok meg is tudnak valósulni, és minél többen veszünk részt. Minden évben vannak új elemek, az idei év azért egy meghatározó éve a magyaroknak, én úgy gondolom, nem kell külön magyarázni, hogy a nemzeti összetartozás évében kell olyan programokat is tartanunk, ami nem egy alkalommal, egy napon, hanem egész év során összetartozunk címmel végigkíséri az évet. Ezek mindenképpen új elemek, de az intézményeinkben is találunk minden évben újabb és újabb ötleteket, javaslatokat, amelyeket kíváncsian várunk mi magunk is, hogy hogyan fogadják majd a bonyhádi lakosok. A városi program egyik új eleme a gyerekeknek szóló gasztronómiai rendezvény, melyet a Művelődési Központ szervez, és a Népek Konyhája nevet viseli. Filóni Ferenc Ibolya azt mondta, miután a Nemzetiségek Szakácskönyve napvilágot látott a város gondozásában, ideje megtanítani a gyerekeket az elkészítésre is. A program tábor formájában a nyár folyamán várja majd az érdeklődőket. Jelentős teher alatt dolgoznak az ügyeletes orvosok Bonyhádon. Éves szinten közel 6000 beteg ellátását végzik, ám ezek majd harmada olyan páciens, akinek problémája nem ügyeleti ellátást igényel. Az ügyelet közel 40 kilométeres körzetet lát el, így szinte lehetetlen idejében a súlyos esethez érnie az orvosnak. Közel 12 esztendeje annak, hogy a Bonyhádi Központi Orvosi Ügyeleti Feladatot egy társaság látja el. Barca Zsolt szakmai vezető azt mondja, ez idő alatt folyamatosan meg kellett küzdeniük azzal a helyzettel, hogy a szolgáltatást igénybevevők olyan panaszokkal érkeznek az ügyeletre, melynek ellátása nem az éjszaka szolgálatot teljesítő orvos dolga volna. A Bonyhádi Központi Háziorvosi Ügyelet 30 ezer betegnek az ügyeleti ellátását végzi.
Az ügyeleti ellátás alatt értem azt, hogy hétköznapon 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve szombat, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-tól következő nap 8 óráig tart az ügyeleti időszak. Az ügyelet, a mi ügyeletünknek most már 11. illetve lassan 12. éve állandóan visszatérő problémája, és ez jelentősen terheli az ügyeletet ellátó kollégáimat, mind az orvosokat, mind az asszisztensnőket, hogy elég nagy arányban a betegek, illetve a lakosság olyan indokok alapján veszi igénybe az ügyelet szolgáltatásait, melyek nem nagyon állják meg a helyüket orvosi szempontból. Erre mondanék néhány példát, és utána majd kérést szeretnék a lakosság felé intézni. Tehát néhány jellemző példa, ami ismétlődik. Nagyon sokszor láz miatt hívják az ügyeletes orvost, ahelyett, hogy otthon lázcsillapítót adnának. Nagyon sokszor többnapos tünetekkel, panaszokkal keresik fel az ügyeletet, akár éjszaka, akár esti időszakban, vagy ne adj Isten olyan esetekben is, amikor már néhány nappal megelőzőleg volt a házi orvosánál, írtak is fel neki egy gyógyszer, de nem váltotta ki. És aztán az ügyeletet hívjuk, hogy adjon be egy injekciót. Több hetes panaszokkal jelentkeznek időszakosan ügyeleti időben. Van olyan is, aki rendszeresen gyógyszert illatni jár az ügyeletre. Folytatottnám a sort, én szerintem ezek a példák, hogy elegendőek, azt hiszem. Az ügyeleti ellátási körzet megközelítően 40 kilométeres. Ez azt is jelenti, hogy egy fölösleges riasztás esetén nincs esélye az ügyeletes orvosnak átérni a körzet másik felére, segíteni valakin, ha történetesen szükséges lenne. Most már több mint 11 éve a Szekszárdi Mentőszolgálatnak a diszpécser központja irányítja az ügyeletet. Ez annyit jelent, hogy a hívások odafutnak be telefonon. Az ügyeletes diszpécser dönt, illetve adja ki a feladatot az ügyelet személyzetének, az orvosnak, illetve az asszisztensnőnek. Ez a rendszer ez azért működik így, és azért jó így, mert nagyjából el tudja dönteni, hogy milyen intézkedés szükségeltetik. Ugye az intézkedések tárháza széles, hiszen a betegnek tanácsokat is adhat a diszpécser, hogy mit vegyen be, mit tegyen. Jelezheti neki, hogy fáradjon be az ügyelet helyiségeibe, ott el fogják látni, kiküldheti az ügyeletes orvost, azonnal, ha olyan tüneteket, betegséget vél felfedezni, vagy gyanít, azonnal küldhet már mentőt, akár orvossal. Tehát magyarul a beteg állapotának megfelelő intézkedést tud foganatosítani. Természetesen akkor, hogyha korrekt a bejelentés. Ez egy nagyon fontos tényező. 2019-ben éppen most csináltam meg a statisztikánkat, egy év alatt 6000 beteget látott el a Bonyhádi Központi Házi Orvosi Ügyelet. Ez jelentős terhelést jelent a kollégáimnak, és sajnos azt kell mondanom, hogy egy általános helyzet ez Magyarországon, tehát szinte valamennyi házi orvosi ügyelet, és nem beszélve természetesen a kórházak sürgősségi osztályáról, küzd ugyanezzel a problémával. Nyilván nem mi fogjuk megoldani ezt a helyzetet, de azt azért még hadd mondjam el, hogy most már olyan széleskörű tájékoztató anyagok vannak ezzel kapcsolatban, melyek teljesen közérthető módon elmagyarázzák a betegeknek, a leendő betegeknek és a lakosságnak, méghozzá érthető nyelven, tehát nem orvosi szaknyelven, hogy milyen tünetek, panaszok, milyen vélt betegségek vagy betegségek esetén mi a teendő. Most nem régen egy orvos kollégánk egy könyvet is megjelentett erről, ami szintén a lakosságnak szól, tehát a laikusoknak szól, ahol nagyon alaposan körbeírja a panaszokat, tüneteket, amik milyen betegségekre utalnak, és azt is, hogy mi a teendő ilyenkor. Barca doktor azt mondja, a 6000 ellátás majd egyharmada volt olyan, mely egy tablettával vagy egy nappali ellátás során időben kezelhető lehetett volna. Ennek megfelelően arra kér mindenkit, csak igazán sürgős esetben vegyék igénybe az ügyeleti szolgáltatásokat. A Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki Szemcsuk István fafaragót, Bonyhád ismert személyiségét. A díjat a bukovinai székelység hagyományainak ápolásáért vehette át a napokban. Szemcsuk Istvánról azt tartja a családi legendárium, hogy már gyerekkorában mindenre mintákat faragott, a fapapucsokra, az ajtófélfákra is. Bár volt családi indítatás is a kézműveskedésre, már jócskán felnőtt volt, amikor egy kiállításon látottak alapján döntött úgy, neki vág a művészi fa megmunkálásnak. A tevékenység olyannyira kikristályosodott, hogy a napokban a Magyar Kultúra Lovagja címet is átvehette. Egyik barátom, a Beréti István, az Tamásival
egy kiállításon harmadik díjat nyert faragásával, és a másik barátommal elmentünk megnézni. És amikor ott végignéztem a kiállítást, mondom, hogy hát ilyeneket én is tudok csinálni. Hát akkor miért nem csinálsz? Jó, mondom, hát akkor kezdtem el valóban érdeklődni, és egy ismerősöm javasolta, hogy menjek be Szekszárdra. Ott volt egy szakkör, amit a Balázsi Gyula bácsi Dombovárról, ő vezette, dombováriak voltak főleg többségben, és ott beszéltek a különböző művészeti ágakról, faragásnak a különböző változatairól, és akkor kezdtem el ezt. Ez 1974-ben volt, pontosabban, hogy akkor volt ez a forduló, és utána már ott tanultam tőlük is, ugye, különböző technikákat megtanultam, és akkor már rendszeresen faragtam, részt vettem táborokba már, mert akkor még elég komolyan ment ez a faragótábor minden évben, főleg ott a Babicsban, hát az nagyon nagy hagyománya volt, és akkor oda jártunk. A fafaragók nyári táborában fejlesztették a tudást, meséli Szemcsuk István, ahol a szakma elismert képviselői adták tovább a mesterfogásokat. Utána, amikor már bekerültem ide a közösségbe, tehát ezen, mikor nyugdíjba mentem, ez volt a, előtte is faragtam, de ilyen nagyokat nem, hanem amikor bekerültem a Törő Gyuri által szervezett szakkörbe, ugye ez az alapítvány, a Magyar Falvak Kultúráért, ő az elnök volt, és ő kérte, hogy nem akarok hozzájuk menni, mert ismertük már egymást ugye a táborok révén, és ott tanultam meg, mert tudtam volna, de ott tanultam meg, hogy lehet nagyobb szobrokat csinálni gépekkel, fűrésszel, maróval, és akkor mertem nekiállni már én is, hogy csinálni ilyeneket. Úgy érzem, hogy kell egy kicsit arányérzéke legyen az embernek, az, hogy tudja, hogy mi az, ha egy nagyobbat csinál, a fejnek a méretei, a testhez viszonyítva, hogy milyen, tehát meg vannak ilyen arányok, ami utána is néztem, vannak ilyen művészeti könyvek, ugye azért mégis ne legyenek torzak a formák, de az kell érezni ezt a formát, úgy érzem. Főleg, ha valaki tud rajzolni, akkor már nagyon érzi. Aki nem tud rajzolni, annak már nehezebb az ilyen formákat. Meg lehet tanulni a különböző geometriai mintákat kifaragni, biztos az. Az nem, ügyes keze van, de amikor arról van szó, valóban egy ilyen alakot kialakítani, oda már kell egy kis arányérzék is. Hogy honnan jönnek a témák? Hát ez csak úgy jön, mondja. A Percerkertben csináltam egy ilyen medve családot, ott jött a könyvtár igazgatója, Ágika, hogy nem lehetne abból csinálni, vagy meg volt maradva a törzs, hát jó van, majd kitaláljuk. Hát kijött belőle ugye három medve, nagy sikere lett, én annak örültem, hogy valóban ott van, mert sokan járnak le oda gyerekek játszani, és azok nagyon élvezik. Ott még volt egy fa, hát arra lehet-e? Hát mondom, megnézzük milyen, és akkor oda meg olyan lett, hogy három bagoly fönn ül, valamint lent rókák vannak, kisün, meg kis fészekben, kis madarak, úgyhogy összejött. Ha mondtam, ha bármikor ilyen van, akkor vagy csinálunk oda. Külföldre is megyünk, Szerbiába, Szlovákia voltunk, Szerbiába ott viszont már csináltunk olyan, hogy Betlehemest, meg különböző szobrokat, például Csóka falvára, amit a temetőben csináltunk emlékművet, az közösen dolgoztunk, mindenkinek megvolt, hogy mit kell csinálni, és azt csináltuk. A Betlehemesnél például én csináltam az egyik királyt, vagy a kis Krisztus még hozzá, a másik meg más csinált. Ez volt a feladat. Székelykapuk kopjafák tanúskodnak Szemcsuk István tehetségéről, de készített játékokat, ülőpadokat, kereszteket is. A Völgységi Tanúsvény programban rendszeresen tart bemutatókat. Szemcsuk István a Perceldíj tulajdonosa is, és munkássága része Bonyhádváros értéktárának. A Magyar Kultúra Lovagja címet a bukovinai székesség hagyományainak ápolásáért kapta. Már több mint 20 éve alkot, de első önálló kiállítását is még 1998-ban tartotta Szántói Krisztián grafikus, számos mesekötetet illusztrált, a felolvasott történeteket munkáival tette még szórakoztatóbbá a gyerekek nagy örömére. Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtárban nyílt kiállítás alkotásaiból, mely január végéig megtekinthető. Rajzfilmek figurái egy-egy jól megörökített és kinagyított pillanat,
mindez néhol fanyal, groteszk, egyedi stílusban megjelenítve. Ezek jellemzik Szántó Krisztián grafikus és illusztrátor munkáit. A pécsi születésű, de jelenleg Szekszárdon élő alkotónak a bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárban nyílt kiállítása. Szántói Krisztián több mint 20 évvel ezelőtt, 1998-ban tartotta első önálló kiállítását. Akkor Budapesten mutatkozott be, majd ugyanebben az évben diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola vizuális kommunikáció tanszékén. De a kezdetek iskolás korához kapcsolódnak, rajztanár édesapjának biztatásához. Korán ezzel is foglalkoztam, meg rávett apám, hogy ilyen rajzpályázatokon vegyek részt. De volt általános iskolában, ő tartott egy ilyen rajzszakkört, és azon nagyon sok mindent megtanultam már. Ilyen linómetszést, meg az összes ilyen fontosabb technikát lehetett gyakorolni. Csontvázat rajzoltam már, mert leve így tudtam készülni Pécsre. Aztán föl is vettek így elsőre ötös szakra. Már alsós koromban is vettem részt pályázatokon sikerrel, meg egyéni pályázat. Általában a harmadik vagy második hely. Így egy kicsit bosszantott, hogy soha nem nyertem meg a pályázatot, de általában sikeres volt ez a dolog. És hallottam, hogy Pécsen van ilyen művészeti képzés, úgyhogy nekem kedvem is volt Pécsre jelentkezni. Igazából grafika szakra szerettem volna, de ötös szakra vettek föl, de végül is nem bántam meg ezt a részét, hogy ez ilyen kétkezi barkácsolós dolgokat így megtanultam. De közben azért félszemmel mindig a grafikusokat is néztem, hogy miket csinálnak, és így irigyeltem is kicsit őket, hogy ők ülnek az asztalnál, és ilyen érdekes dolgokkal foglalkoznak, hogy illusztrálnak, meg lemezborítókat terveznek, meg bélyegeket, meg ilyesmit. Aztán persze később kiderült, hogy ez a romantikus része ennek a szakmának az így elmúlt, hogy manapság a számítógépes tervezés az nagyon száraz, szikár irányba mozdult el. Az ötös tanulmányok után az iparművészeti főiskolára jelentkeztem, és ott is szintén egyből felvettek, és ott eleve grafika szakra jelentkeztem. Én jobban ugye a kézi rajzolás felé mozdultam el, így az érdekelt jobban. Eleve ott a főiskolán két részre osztották szét a csoportot, így szerintem így a tapasztalat alapján is döntötték, hogy kinek milyen személyisége van, és a felé terelték, úgyhogy én eleve ebbe a könyvillusztrációs részbe választottak be, de volt egy másik csoport, ahol inkább az üzleti grafika, ez a mindennapos tervező grafikai irányba adtak feladatokat a hallgatóknak. Ahova én kerültem, ott két ismert illusztrátor, a Felvidéki András meg a Kis István volt főleg, aki tanított minket, de még megemlíteném a Pálffy Györgyet, aki szintén ismert, aki ilyen régi lemezeket ismeri, a lemezborítóit. Ő nagyon támogatta ezt a rajzolást. Úgyhogy tényleg ebben van egy kicsit ilyen lutri, hogy az ember milyen formában éppen aznap, hogy összejön-e a rajzolni való, vagy nem jön össze, vagy jól sikerül, vagy kevésbé sikerül. De hát ezt így felvállalom, hogy a hibákkal együtt, hogy éppen kifolyik a tús, vagy nem sikerül annyira egy fej, vagy egy mozdulat. Aztán valamikor meg nagyon jól összejön, úgyhogy hogy néha van egy ilyen kis hullámzás a dologban. Amúgy meg inkább az ilyen klasszikus technikákat szeretem, ugye a ceruzát, meg a túst, olajfestéket, temperát. Hát ugyanakkor a könyvillusztráció az egy alkalmazott műfaj, és sokszor rövid a határidő, és ezért úgy alakult, hogy használok számítógépet is, pláne a színezésnél használom. Ott a határidők miatt nem lehet mindig megengedni, hogy az ember hibázon, és akkor így géppel azért
bele lehet segíteni. Illusztrációit és saját munkáit kiállításokon is megmutatja. Egyedi stílusa festett kavicsokon és fabálbukon is megjelenik. Meg szerettem volna mutatni, hogy mennyifélét csinálok. Így ez így elég vegyes, vannak szinte 20 évvel ezelőtti kis firkák is kirakom, meg vannak elég friss dolgok is. Magyarországon most leginkább ebben jellemző az ilyen ifjúsági könyvkiadásban, hogy a mese vonalon vannak leginkább alkalmazva az illusztrátorok. Most van próbálkozás arra, hogy így jobban megragadják ezt a illusztrátor szakmát, és hogy felnőtt könyvekbe is egy kicsit visszahozzák ezt az illusztrációs vonalat. Úgyhogy az ember végül is, hogyha megtalálják, vagy felkérik, akkor én azt gondolom, hogy ki kell használni minden alkalmat, és meg kell mutatni, hogy mit tud az ember. Most jelenleg a Gyereklélek című magazinnak vagyok az állandó külsős munkatársa. Mindig egy-egy cikkhez így rajzolok, meg a címlapot megrajzolom. Hát jelenleg ez van, illetve a feleségem szokott ilyen meséket, novellákat írogatni, és szeretnénk ezt egy kicsit felfuttatni, majd szeretnék illusztrálni hozzá, és próbálkozom kiadóknál vele. Illetve tavaly volt először Budapesten egy ilyen illusztráció, első Budapest illusztrációs fesztivál, ami pont ezt irányt próbálja fölkarolni, és oda is szeretnék majd megint dolgozni, vagy mindig van Bolognában egy ilyen illusztrációs könyvkiadós fesztivál, oda is szeretnék majd megint rajzolni, hát egyszer sikerült valamilyen jobb eredményt elérni. Szántói Krisztián kiállítása január végéig tekinthető meg a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban. Bonyhádon szervezték meg idén a Tolna megyei úszó diák olimpiát, melyre közel 170 diák érkezett a megye több településéről. Így például Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd településekről, csak hogy néhányat említsünk. A megyei döntőt első, második, valamint harmadik és negyedik korcsoport és B kategóriában rendezték. Volt több olyan úszó is, akik ezen a versenyen megdöntötték saját egyéni rekordjaikat. A legjobbak márciusban a Budapesten sorra kerülő országos úszóbajnokságon állnak újra rajtkőre. Közel 170 diák érkezett a Tolna megyei úszó diák olimpia döntőjére, amelynek idén a bonyhádi tanúszoda adott otthont. 89-ben itt adták át az úszodát, és én 89-ben kezdtem itt a Perszel DSE-ben a munkát, és akkor itt áthelyezték a Tolna megyei diásporttanácsnak az az elve, hogy nem minden Szekszárdon legyen, hanem megpróbálják a környező városokba a versenyeket odaítélni, hogy mindenki rendezze valamilyen versenyt. 90 óta rendezzük itt a megyei úszó diák olimpiákat Bonyhádon. Ezen a napon az általános iskolák első és negyedik korosztályos, tehát elsősök és nyolcadikosok vesznek részt. 24 egyéni számban és 6 váltó számban lehet tovább jutni, csak az elsőknek az országos bajnokságra, ami az idén márciusban lesz Budapesten. Úgyhogy nagy a tétje ennek a versenynek, mert nagyon sok jó úszó van, aki csak esetleg század másodperc fog elválasztani attól, hogy bejut-e az országos döntőbe vagy sem, úgyhogy mindenki teljes erővel fog ezen a versenyen részt venni. Ezt a versenyt megelőzte egy város-város környéki verseny. 5 város környéki helyszínről jutottak be ide versenyzők, Szekszárd és város környéke, Bonyhád, Bátaszék és Paks és környéke körzetekből. Óta a B kategóriában is szerveznek versenyeket, tudtuk meg a szervezőtől, ami azt jelenti, hogy annak is lehetősége volt megméretetnie magát, aki nem leigazolt úszó. Akik nem versenyszerűen sportolnak, hanem hobbi szinten
egyéb elfoglaltságuk mellett választják ezt a sportágat. Őket külön vette a Magyar Diáksport Szövetség a leigazolt úszóversenyzőktől. Ez felső korcsoportra érvényes, tehát 5. osztálytól fölfelé. Az 1-től 4. osztályig mindenki versenyezhet együtt, egy osztályban a leigazolt, a nem leigazoltal. Úgyhogy itt most nincsenek itt a A-kategóriás versenyzők a felsőbb évfolyamokban, azoknak külön csak országos fognak majd rendezni. Először a gyorsúszással fogunk kezdeni, a kicsi fiúkkal kezdve és a 4. korcsoportos lányokkal befejeződve, utána gyorsúszásban eredményt hirdetünk, majd következik ez egy kis pihenő is a egymás után két számban úszó versenyzőknek, utána a mellúszás és ezt követi a hátúszás. És végül a nagyon közkedvelt váltóversenyekkel fejezzük be a idei megyei diákolimpiát. Több olyan úszó is volt, akik ezen a versenyen megdöntötték saját egyéni rekordjaikat, de voltak olyanok is, akik testvérüktől látva szerettek bele az úszásba, mások pedig az elismeréseknek, a díjaknak örvendenek. Igazából egészen kiskorom óta úszok már, szüleim már babaúszásra is jártak velem, és igazából kiskoromban a szüleim motiváltak arra, hogy folytassam, mert hogy a sport nagyon fontos az életben. És hát igazából a bátyám komolyabb példaképpen, mert szoros kötelék van köztünk, és nagyon jól úszik. Hát ma első helyezést értem el. Kicsit számítottam rá, de azért izgultam, hogy sikerül-e vajon. És nagyon elégedett vagyok a mai teljesítményemmel. Az első versenyemen is szerencsére értem el helyezést, a második lettem. És a legtöbb érmem az aranyérem, és az országosan is voltam már 6. helyezett 4-szer. 6 éve úszok. Engem az motivál, hogy tovább jussak, minél tovább. Szerezek sok érmát. Örüljenek, hogyha hazamegyek, hogy jókat úsztam egyáltalán az időket. 2-3 hónapja készülünk az edzőmmel Komlón és Bonyhádon is. Nagyon sok edzésre jártam emiatt, néha ott maradtam a végén pluszba edzeni. A több hónapos edzés meg is hozta gyümölcsét. Fülöp Zsombor megdöntötte saját egyéni rekordját. A legjobbak márciusban a Budapesten sorra kerülő országos úszóbajnokságon állnak újra rajtkőre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!